Köszöntöm Paletta Kulturális Magazin műsorunk valamennyi nézőjét, az Évvirága, a Pipacs centenárium megemlékezés és fotókiállítás, ez a mai műsorunknak a témája, és nem véletlenül viselek én is egy pipacsos kitűzőt, hiszen ez a jelképe is ennek a nagyon szép, most már mondhatjuk, hogy hagyománnyá vált ünnepi megemlékezésnek, ugye? Igen, mondhatjuk, a Pipacs 4 évvel ezelőtt jelentkezett először itt Magyarországon, akkor egy könyvet adtam ki, Bársony Istvánnak egy olyan gyűjteményét, novellás kötetét, ami Vérvirág címmel jelent meg a maga idejében, és abban az író összefoglalta azokat az írásait, amit 1914 és 1918 között vetett papírra. Ugye Bársony István akkor már idős ember volt, 55-60 év között járt, tehát ő maga nem a front élményekre törekedett, hiszen ő ott nem járt, hanem a hátországi eseményeket foglalta egy kötetbe, és ennek a kötetnek a hátsó borítóján jelentkezett először maga ez a pipacs szimbólum, és utána ebből a szimbólumból én csináltam egy 120x120-as posztert, ennek a poszternek a közepén a fekete részt kifehérítettem, és 4 éven keresztül gyűjtöttük az aláírásokat rá, és most, amikor már újra fekete lett, elkészült belőle az a jelvény, amit én is viselek, és amit betetszett mutatni az előbb. Én úgy gondolom, hogy ennek a jelvénynek helye volna a magyar kabát hajtókákon, akár október elejétől november végéig, hiszen annyi minden van, ami fontos volna az együttérzés szempontjából. Hiszen ha csak dátumokat mondok, hogy október 6-a, október 23-a, november 1-e, november 2-a, 3-a, 4-e, november 11-e, amikor véget ért az első világháború, ezek mind-mind olyan dátumok, amikre emlékezhetünk a Pipacs által. Azért azt mondjuk el kedves nézőknek, hogy miért is kezdett el ön Bársony Istvánnal foglalkozni, hiszen itt a térségben orvosként is ismerhetik, irodalomkutatóként, de honnan jött az indítatás, aki ugye most, mint kiderült, a Pipacs ötletét is adta. Gyermekkori élmény ez. Én iskolában Csapdin jártam általános iskolát, és az általános iskolában kaptam a 8-as bizonyítványom mellé egy olyan könyvet, amiben 10 Bársony István novella szerepelt. Ez volt a Néma völgyben című kötet. 171 néhány ezer példányban jelent ez meg akkor 2 kiadásban. Tehát lehet azt mondani, hogy szinte minden családnak a könyves polcán ott volt. Én ott találkoztam először Bársony István nevével, azóta a legkedvesebb íróm. Róla tudni kell, hogy a maga idejében az 1880-as évektől a századforduló után is még néhány évig olyan népszerű volt, mint a Fekete István a mi gyermekkorunkban. Mint a cukrot úgy vették a könyveit, el lehet képzelni, hogy akkor, amikor még nem volt televízió, nem volt film, sokkal nagyobb szerepe volt a könyvnek és az újságnak, és Bársony István 150-200 folyóiratban is írt, és 44 kötete jelent meg, szebbnél szebb írások. És akkor innen jött a szenvedés, az érdeklődés? Gyakorlatilag ő a nagy kedvenc. Tehát, hogyha én reggel felébredek, és valamit olvasni szeretnék, oda nyúlok, 10-ből 9-szer Bársony István könyv kerül a kezembe. Este, ha leszeretnék pihenni, akkor is legtöbbször Bársony Istvánt olvasok. Szinte kimeríthetetlen. És ugye beszélgettünk arról is, hogy a műsorunk apropóját az adja, hogy hamarosan, pontosabban holnap, a szerdai napon 18 órakor egy kiállítás nyílik, és megemlékezés is lesz a Barátságházában vagy Művészetek Házában, ki ahogy ismeri. Mit kell tudni erről a programról? Volt korábban egy pályázati felhívás, itt erről a nézők a tévében már tájékozódhattak, és arra érkeztek be fotók? Áprilisban írtuk ki a pályázatot, és most október 23-a volt a határidő. Sokat dolgoztam azért, hogy minél szélesebb körben megismerjék ezt a pályázati anyagot, és köszönöm szépen, hogy ebben is segítettek. Az eredménye az lett, hogy 103 fotó érkezett az ország különböző részéről. Kaptam Szegedről, Szarvasról, Tápiószeléről, Pápáról képeket. Sőt, hát kis túlzással azt is mondhatom, hogy nem országos, hanem már nemzetközi lett ez a pályázat, hiszen a határon túli magyarok is felfigyeltek rá, és így érkezett kép Rimaszombatról is és Bécsből is. A 103 fényképet egy 8-tagú zsűri bírálta el, és az volt a törekvésem, hogy fotoművészek, képzőművészek
legyenek ott a zsűriben, de amellett legyen egy-két olyan ember is, aki hadtörténész, irodalomtörténész, aki más szemmel nézi azért ezeket a képeket. Tegnap történt meg a képek előkészítése a kiállításra, és mondhatom, hogy 54 kép kerül majd falra, de ebben az 54 képben lesz négy olyan is, ami Isten igazából nem versenyfotó, hanem egy-egy korabeli írás. Tehát egy-egy vers Pipacs háttérrel, egy novella részlet Pipacs háttérrel, hiszen tudni kell, hogy magának a Pipacsnak az eszmeisége az több évszázadra visszatekint a magyar irodalomban is. Tehát Rákosi Viktor is megírta a Sztrecsnói Piros Virágok című novellát. Bársony Istvánnak a Vérvirág című kötetét már említettem. Tehát ugye ennek a szellemisége a magyar irodalomban is megtalálható. És maga ez a fotókiállítás holnap nyílik meg, tehát szerdán este 6 órakor nyílik a Barátságházában, és éppen azért, mert nem egy kristálytisztán fotókiállítás, hanem megemlékezés is, ezért vannak ezek a versek és novellák. A kiállítás egy hónapig látható lesz, és közönségszavazást is rendezünk, ami azt jelenti, hogy lesz majd egy gyűjtőláda, és a kiállítás időtartama alatt december 7-ig gyűjtjük a szavazatok, és meglátjuk, hogy a közönség mit szól ezekhez a képekhez. És akkor utána ezekkel a közönségszavazatot nyert képekkel mi történik? Megjelennek valahol ezek is, vagy mi lesz a kifutása? Vagy megkapják az elismerést az alkotók? 8 külön díjat osztunk ki majd holnap, a 9. külön díj lesz majd a közönségdíj, a közönségszavazatok alapján elnyerhető díj. Magának a kiállításnak a sorsa bizonytalan abból a szempontból, hogy elképzelhető, hogy máshol még falra kerülnek, és vándorkiállítás lesz belőle. Ez mindig azokon múlik, azokon a szerveken, szervezeteken, akik ezt kérik vagy fogadják. Mellettünk állt a Magyar Turista szerkesztősége is, ők 4 hónapon keresztül rendszeresen megjelentették a felhívást. Valószínűleg ott is megjelennek majd a legjobb képek, néhány belőlük. De nagyon szívesen és örömmel vesszük azt, hogyha bárhol ezek a képek visszaköszönnek majd. Tehát szívesen fogadják a vendéglátást. Itt hozott is egy kis ízelítőt ezeknek a pipacsoknak a történetéről. Mit lehet tudni? A Pipacs azért fogott meg engem, mert ha arra gondolunk, hogy maga a Pipacs nem más, mint egyfajta eszmeisége egy hősnek, aki ott maradt a harctéren, akkor gyakorlatilag ezeknek a pipacsoknak nagyon jó helyük van az emlékműveknél. Ugye mikor virágzik Magyarországon? Ugye a legnagyobb tömege május végén van ezeknek a virágoknak, akkor, amikor a hősök ünnepe van. Én nem is nagyon tudok elképzelni szebb visszaemlékezést, mint hogyha élő virágok között hangzanak el ezek az ünnepi beszédek. És hogy arra törekszünk, hogy minél több helyen ez a pipacs el legyen vetve, illetve a palánták legyenek. Én már vittem a Doni emlékkápolnához palántát, a Pákozdi emlékparkba. Az előbb, amit láttunk, egy képet a Sárkeresztesen készült, ahol már 2 éve nyílik ez a virág. Tehát maga ez a szimbólum jó, hogyha együtt van ezeken az emlékhelyeken. Maga a virág nagyon sokszínű. Ugye a legtöbb virágot csokorba lehet kötni, ez egy vadvirág. A pipacsot nem lehet csokorba kötni, abban a pillanatban, ahogy megfogom, abban a pillanatban hullik le a szirma. Igen. Tehát egy különlegesség ebből a szempontból. Különleges azért is, mert nagyon sok példányban az ember viszont látja a fekete keresztet. Vagy a pipacsnak a belsejében, vagy a belsejében és a külsejében is. De fényképeztem olyan pipacsot például, aminek olyan dús volt a fekete közepe, mint egy tömegsír. Tehát nagyon, de nagyon visszaidézi tényleg azt a hangulatot, amiről ez a kiállítás is szól. Ugye nem beszéltünk még arról, hogy miért jött egyáltalán ez a szimbólum, hogy olyan növényről, egy olyan virágról van szó, aminek a magja 30 évig csiraképes. És abban a pillanatban, hogyha a földbe nagyon sok kálcium kerül, akkor ez a kálcium segíti a pipacs virágzását. Ha a csatának vége, az ágyuk talpa, a katona lovaknak a patája beleforgatja azt a sok-sok kavicsot, követ a földbe, akkor olyan akkor helyzetet teremt, hogy rengeteg kálcium kerül oda, és abban a pillanatban pipacsok virulnak. És hogy amikor először látták ezt a Waterloo-i csatamezőn, látták a Szatmári síkon,
látták például Ypernél az első világháború idején, akkor arra gondoltak a katonák, hogy ez nem más, mint a Hold bajtársak túlvilági üzenete. És így indult el végeredménybe ez a pipacs szimbólum az első világháború után is olyan tömegben, hogy kitűzők készültek belőle, és ezek a kitűzők voltak a hadiárvák, hadiözvegyek számára egy olyan bevétel, amivel segíteni tudták őket. Ez a mozgalom aztán ma már annyira kiszélesedett, hogyha kimegy például valaki Ypernbe, ahol volt ez a bizonyos csata az első világháborúban, ott minden hétköznap este azt látja, hogy kimennek az emberek százával ezekre az emlékhelyekre, sálat kötnek a nyakukba, ami pipacsos, nyakkendőjük pipacsos, a kitűzőjük pipacsos, a poharuk, amiből isznak, pipacsos. Tehát gyakorlatilag ez a motívum így végigvonul, de azt lehet mondani, hogy szinte az egész világon ez megtalálható. Van egy kedves ismerősöm, Kanadában él, és amikor Facebookon érintkeztünk, akkor jelezte, hogy náluk ez úgy működik, hogy bármilyen üzletbe a hő bemegy. Van ott egy becsülettál, abban vannak a kitűzők, középen egy kis persely, abban a persejbe bedobja a maga kis pénzérméjét, elvesz egy pipacsot, és október elejétől december közepéig ezt viseli. Egy nagyon szép gondolat, és nekem egy kicsit 56 jut erről eszembe, amikor 1956-ban olyan becsület és tisztesség volt a budapesti utcákon, hogy ugye becsületkasszák voltak, amihez nem jut senki. Valahol ez a kettő visszaköszön nekem. Ugyanakkor meg mégiscsak érdekes talán, hogy bár nagy múltja, nagy tradíciója van, mégis, minthogyha most újra vissza kéne hozni ezt a divatba, vagy a köztudatba itt. Magyarországon ennek kevésbé volt divatja, hogy én is ezt a szót használjam. Tehát nem nagyon ismerték a pipacsot ilyen szempontból. Viszont a világ másik felén ez a tradíció 1917 óta él, 18 óta él, és hogyha valaki bekapcsolja a televíziót majd most vasárnap, akkor azt látja, hogy egész Nagy-Britanniát elborítják a pipacsok, és hogy 900 ezer kitűzőt tesznek le a földben, mint pipacson, hogy annyi áldozata volt a brit hadseregnek, de ugyanezt láthatja majd szinte mindenhol, hiszen ott a bemondók kitűzőjén, a Kabát galérián ott van a pipacs, a játékvezetők, a partjelzők mezén ott van, a labdarúgók viselik, tehát a sportpályákon is. Láttam például teniszezni Andy Murray-t pipacsol a galérián. De hát mondhatjuk azt, hogy Székesfehérváron is lesz pipacs 11-én, 11 Igen. órakor, hiszen ez is a program része, a megemlékezés része. 4 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyvem, és ugye ennek a könyvnek a hátoldalán volt először ez a pipacs jelvény, és akkor készült először olyan kitűző, amiben még nem volt aláírássor. De azóta minden évben gondolunk arra, hogy ez a jelvény megjelenjen a kabáthajtókákon, és ami számomra nagy öröm, hogy már nem csak ez a jelvény köszön vissza. Sárszentág után faültetés volt a közelmúltban, a háziasszony készített hurkapálcánk segítségével kis pipacsokat, kreppapírból is azokat tűztük le a fa tövébe. Ja, nemrég a Tarsói Ifjúságért Egyesület ültetett fát a Salétrom utca 11-es számú ház mellett, ott is hasonló volt a helyzet, a szervező felesége készített pipacsokat kreppapírból, és ezeket a pipacsokat tűztük le. Hát valahol a szimbólum már így visszaköszön, és én nagyon remélem, hogy most vasárnap, amikor november 11-én lesznek a megemlékezések, akkor a fekvő katonánál ott lesz ismét a nagy pipacs, szintén a kitűzőkön ott lesz ez a virág, és az egyik önkormányzati képviselőnek volt egy nagyon-nagyon jó ötlete, hogy lufikat engedjünk fel. És eredetileg azt szerettük volna, hogyha ezeken a lufikon is rajta van a pipacs szimbólum, de nagyon rövid az idő, ennyi idő alatt ez nem készül el. Éppen ezért az lesz, hogy hófehér lufik szállnak majd fel a levegőbe, és mindenki a saját üzenetét megírhatja előtte féctollan ezekre a lufpalmokra. Nos, hát akkor ez egy... Én azt gondolom, hogy tényleg egy igazán színes és izgalmas program lesz,
És köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egy kis ízelítőt vagy kecscsinálót tudtunk adni a székesfehérváriaknak, hiszen hát holnap akkor 18 órától mindenki számára láthatóak lesznek ezek a csodálatos művészeti alkotások, ezek a fotók, aztán 11-én 11 órától pedig az említett városi helyszíneken várják, gondolom én, az érdeklődőket, hiszen, hogyha jól tudom, ez a rendezvény nyitott, és mindenki csatlakozhat hozzá. Igen, én köszönöm a lehetőséget, és várom szeretettel a társakat. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt. Én meg közben egy kicsit puskázok, kedves nézőink, hiszen a Paletta magazinban még két témával folytatjuk a mai műsorunkat. Először ellátogatunk a Malom utcába, ahol egy új korszak indult a legendás rövidzárlat együttessel. A rock szerelmesei otthonra találtak a táncházban, ez tehát a következő összeállításunk. Újra színpadra lépett a 90-es évek egyik legnagyobb hatású székesfehérvári rockzenekara, a Rövid Zárlat. Veréci Gáborék 1990-től voltak házigazdái a híres nevezetes Rocky Klubnak a Felsővárosi Közösségi Házban. 18 év elteltével visszatért a csapat, hogy a Malom utcában varázsoljon. Szerintem nagyon klassz lesz. Mi legalábbis nagyon jól fogjuk magat érezni, az biztos, és a közönség is, nagyon sokat készültünk rá. Az, ami szerintem nagyon-nagyon lejön, hogy azért a 18 év mindenki zenél tovább, és sokkal rutinosabb mindenki, nagyon-nagyon frankul összött csapat, úgyhogy nagyon várunk mindenkit, klasszul fog szólni, rock and roll. Majoros Andort az élet a néptáncművészet felé vitte, a kezdetek remek basszusgitárosa, ugyanakkor nem feledve az eredendőt, most visszatért és megmutatta kivételes gitáros kvalitásait. Kimondottan jó, hogy itthon a saját egyik szerelmemnek a helyszínén, a néptáncnak és a népzenének a helyszíne ad most otthon, a másik szerelmemnek, a zenélésnek, a könnyebb műfajnak, a rock and rollnak, úgyhogy 18 év kihagyás után újra szól a Felsővárosba a rock and roll és a Rövid Zálat zenekar itt a Malom utcai táncházban, úgyhogy nem szoktam izgulni, de most egy kicsit izgulok. Olyan zenéket fogunk megszólaltatni, amit elsősorban így a zenekar történetén belül játszottunk. Ezek közül főleg a saját számainkat próbáltuk most ide visszacsempészni, és ezen kívül természetesen régi slágerek is hallhatók lesznek az est folyamán. Rengeteget gyakoroltam, igyekeztem kevés gyógyszert szedni, amivel megnyugtatom magam, viszont minél több alkoholt fogyasztottam hozzá, ezzel mindenképpen lazább lesz az este. Természetesen nagyon örülünk neki, annál is inkább, mert valószínű lesznek olyan arcok, akikkel 20 éve nem találkoztunk, és nem is biztos, hogy megismerünk mindenkit, lehet, hogy majd csak ránk köszönnek. Látják, hogy az az ember gitározik, az az ember dobol, az az ember billentyűzik, akkor ő lehet az. És valószínű, mi a közönséggel is így leszünk. Lehet, hogy ismertem, csak nem így nézett ki. Nem biztos, hogy az arcok meg a nevek rögtön be fognak ugrani, és össze tudjuk őket passzintani, de majd lesz idő rá talán, hogy mindenkivel elbeszélgessünk. Az este méltán idézhették fel a résztvevők a rock legenda Andy Birzek gondolatát a rockról. Az élet nem arról szól, hogy mennyire vagy népszerű, nem számít, hogy kivel randizol, vagy kit ismersz. Az élet arról szól, hogy légy hű ahhoz, aki vagy és amiben hiszel. Ne hagyj senkinek, hogy meggyőzzön arról, hogy az a jobb út, amelyen ő halad, a tiéddel szemben. Tánc után pedig jöjjön egy kis irodalom. Nemrégiben könyvbemutatón jártunk a Varázs ecset és az Elvarázsolt festmények című regényben. Két fiatal, Ben és Maja izgalmas kalandjait követhetik nyomon az olvasók. Vakler Lajos összeállítása következik. Megjelent Kitty Bichtuájta, a Varázs ecset és az Elvarázsolt festmények című regénye.
A kivételesen tehetséges írónő első kötetét országjáró körútján Székesfehérváron is megismerhette a közönség. Kitty 3 esztendős korában érkezett meg édesanyjával Vietnámból Magyarországra. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen médiatudományból diplomázott, míg a Börnemúszi Egyetemen filmforgatókönyv írást tanult. Regénye egy Budapesten élő amerikai fiú Ben és egy kínai angol kislány Maja kalandjait mutatja be, varázslatos helyszíneket bejárva. Ezt a könyvet 7 éve írtam meg a diplomamunkám keretén belül. Angliában végeztem a filmművészetén, és ez egy forgatókönyv volt. És nagyon szerettem volna valami magyar vonatkoztatást beleírni a könyvbe, ezért kitaláltam, akkor legyen az, hogy Budapesten játszódjon a könyv valós története, valós része. Nagyon szerettem a festményeket, én is magam hobbi szinten festek, és akkor mondom, miért ne lehetne festmények? Tehát milyen festmények legyenek, mert azért elég sokfajta festmény van a világon, ugye olasz, francia festők, orosz festők, de hogy mindenképpen legyen benne magyar vonatkoztatás, legyen magyar festők. És akkor így elkezdődött felépülni ezek az elemek, és akkor majd tudtam, hogy akkor festményeken keresztül történjenek ezek a kis kalandok, és utána ki kell alakítom a karaktereket. A játékossággal felvértezett szeplőtelen csodák láncolata a korabeli Budapestről elrepíti hőseinket és az olvasót Rubinvárosba, Kristályvárosba. Megismerhetjük a szellemvilágot, bejárhatjuk a Himaláját, és megérkezhetünk a milleniumi Budapestre, és a kalandok végén meg annyi tanulsággal a mába. Szerintem mindenki szívében megvan még a gyermeki emléke, a gyermeki éne. Én nagyon fontosnak tartom ezt a korosztályt, mert ez a korosztály az, amelyik még útmutatásra szorul, még segítségre szorul, és vannak benne a könyvben olyan részek, amit tulajdonképpen nagyon sok tanító jellegű, legyen ez lelki, normális életben való beilleszkedés, legyen az családi problémák, de vannak benne rejtett szereplők is, mint egy mentor szerep, aki most nem mondok egy kicsoda, de majd ha elolvassák, akkor megtudják. A mentor szerepe azért fontos még a mai életünkben is, mert mentorokkal vagyunk körbevéve, legyen az a tanárjaink, vagy a család, a barátok, vagy csak egy idegen az utcán, akivel csak 5 percet találkoztunk, de amit ő mond, amit ő ad neked, lehet, hogy megváltoztatja az egész életed, egy olyan útra vezet téged, ami a jövőt felé visz. A könyv országjáró turnéján Sohajda László projektmenedzserként segíti Kitty útját, azt a missziót, amelyben és Maja kalandjain túl sokat tesz azért is, hogy a saját eszközeivel bemutassa különböző kultúrkörök találkozását. A kultúráknak és a nemzeteknek és az embereknek a találkozása a könyv kicsiben, illetve talán még nagyban is, hiszen az a mesevilág, az az álomvilág, amit végigjár ez a két gyermek a történetben, az egy sokkal tágabb univerzumot feltételez, mint csak Magyarországot vagy a földbolygót. Emellett pedig ugye én tudom azt háttérinformációból Kittitől, hogy a kislánya, Maja személye az egy kicsit ő belőle egy darabka, hiszen ő volt az a cserfes kislány, aki régen mindig mindent tudott, ez talán még most is így van, és ő volt az a kislány, és szerintem a manapság is ez a kislány él Kittiben, aki soha nem adja fel a vágyait, a céljait, azokat a nagy dolgokat, amiket ő el akar érni. Ezt már ugye ő a filmes területen számtalan nagy hollywoodi produkcióban bizonyította, most pedig első könyves íróként nagyon reméljük, hogy a regény is sikeres lesz. A kötet fordítása folyamatban van, rövidesen Vietnámban, Tajvanon, Szerbiában és Lengyelországban is kézbe vehetik az olvasók, a filmes adaptáció pedig rendezőre vár, bizonyosan nem sokáig. Kedves nézőink, ez volt mára a Paletta magazin. Legközelebb egy hét múlva kedden 19 óra 45 perctől számítok majd a figyelmükre. Ha tehetik, akkor tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!